a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye püspökének, főtisztelendő Bosár Nándornak legszívélyesebb üdvözletét hozom mindannyiuknak. Épp úgy a görög, mint a római katolikus, itt jelenlévő testvéreknek. Egybegyűltünk a mi Úrunk Jézus Krisztus áldozatának, Szent oltáránál, a könnyező Fócsi szűzanya kegyképének jelenlétében. Azért, hogy az egyháznak és minden hívő embernek az édesanyja esdeklésünket, imádságunkat, hangos és néma könyörgéseinket közvetítse minden ember üdvözítője felé, és azért, hogy imádságunk méltó legyen a meghallgatásra, tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. Azokban a napokban így szólt az Úr a ház királyhoz. Kérd magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág részségeiből, akár felülről a magasból. De a ház így válaszolt. Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat. Erre Izaiás proféta azt mondta. Halljátok hát, Dávid háza. Nem elég nektek, próbálok teszitek az emberek türelmét,
még az én Istenem kérelmét és próbára teszitek. Ezért az Úr maga nektek jelent. Íme, a szűz fogad, Júd szül, és Emmanuelnek nevezik el, ami annyit jelent, velünk az Isten. Ez az Isten igéje. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket van öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves
Krisztusban, kedves testvérek, felszabadító virrasztásunk közepette az, hogy nem kell szem előtt tartani a buszindulás menetrendjét. Közülünk senki sem szeretne egy szabványos, racionális szentmise végeztével ott várakozni a buszmegállóban azért, hogy haza juthasson. És ez így van rendjén akkor, hogyha a könnyező Pócsi Mária kegyképe jelenlétével mindnyájunkat meghív arra, hogy szegődjünk a boldogságos Szűz Mária nyomába. Áldjuk, dicsérjük és magasztaljuk őt úgy, ahogyan Erzsébet magasztalta őt, miután találkozott a két édesanya, a fiatal Mária és az idősebb Erzsébet Zakariás felesége. Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Nem is tudnánk méltó módon dicsérni a boldogságos Szűz Máriát, csakis Erzsébet ezen Szentlélek ihlette szavaival, hogy boldog vagy. És a boldogságos Szűz Mária azt az örömét, amelyet megtalált Isten és ember szolgálatában, nekünk szeretné ajándékozni. Valamennyi látogatása minden Isten kereső és Krisztus követő embernek a Mária Pócsi kegyhelyen ebben nyeri el az értelmét, találjon mindnyájunk életében visszhangra az, amit ő oly nagylelkűen megválaszolt. Az Isten és az embertárs szolgálatában. Hiszen ő mindenestől egész lényével a szövetség Istenének a szolgálatára állt. Ez a magyarázata annak, amiért hallhattuk az imént felolvasott örömhírben azt, hogy Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. Urunk születésének a hírradása nem Izrael legszentebb helyén, a Sion hegyén, a jeruzsálemi templomban történt meg, hanem egy szegényes názáreti barlangba vájt hajléban. Ahhoz, hogy Urunk születésének a hírű adását Mária nyitott szívvel, akarattal és értelemmel fogadhatta, szükség volt arra, hogy már előzőleg is élete Istenben elmerülten telt el. Mint egy vallásos, fiatal zsidó lány, ő maga is várakozott a messiási ígéretek beteljesedésére, nagylelkűen megengedve az Istennek azt, hogy akkor, amikor az Isten az időt jónak látja, úgy, ahogyan az Isten a körülményeket helyesnek tartja, nem az én sürgető elvárásom szerint, hanem kizárólagosan az Isten tetszése szerint. És itt érdemes egy pillanatra megállnunk, hogy vajon az én életem Istenbe merített élet? Vajon az én életem Istenben merülten dellik el akkor, amikor a kötelességeimet ellátom, odahaza, a háztartásban, a gazdaságban, vagy éppen akár az irodai munka közepette, vagy kétkezi munkát elvégezve. Anyaszentegyházunk minden kegyelmi segítséget a rendelkezésünkre bocsát annak érdekében, hogy mindenestül, testestül, lelkestül, mieinkkel együtt merüljünk el az Istenben, hiszen ez jelenti az embernek az üdvösségét, és az Istenben elmerült élet nem veszíti el az éberségét, a fogékonyságát, hogy álljon az üdvözítő műnek a szolgálatára úgy, ahogy a Názáretben ez a fiatal Mária
az üdvözítés művének a szolgálatára állt. Úgy tervezte az életét, mint bárki, barátnői közül, kortársai közül, hiszen már jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. Elhatározta azt, hogy elődeinek a nyomába lép, akik, amikor elérkezett az idő, akkor családot alapította. Mert az Isten a családot továbbra is akarja úgy, mint a családtagok megszentelődésének a színhelye. Ezért szükséges, hogy egész családi életünkre úgy tekintsünk mindnyájan, akár családosok vagyunk, akár család nélküliek, hogy ez még mindig alkalmas közösség arra, hogy Isten benne megszentelje a házastársakat és a gyermekeket. Ha pedig valaki csonka családban nő fel, az is alkalmas arra, hogy az Úristen megszentelő ajándékát befogadhassa. Ragaszkodjunk hozzá a család ajándékához, mert Isten is ragaszkodott hozzá, és a boldogságos Szűz Mária ezt választotta jövőjéül. Nem szembefordult az Isten család akaró rendelkezésével, hanem védelmébe vette azáltal, hogy ő maga is a családi életre készült. A családi élete a boldogságos Szűz Máriának töbletet rejtett magában. És ez a töblet nem más, mint a proféták által megígért messiás jelenléte. A messiás jelenlétét illetően kétféleképpen gazdagította Mária családját. Mindaddig, amíg jegyese József nem vezette őt a házába, az eljegyzést követő egy év letelte után, hitén keresztül a messiás eljövetelére irányuló vágyakozásán át már jelen volt a messiás Mária családjában, Szent Anna és Szent Joákim társaságában. Viszont az angyali üdvözlettől kezdve, és azáltal, hogy Mária testét és lelkét az üdvözítés művének a szolgálatára bocsátotta, a messiás jelenléte többé nem szellemi, nem lelki jelenlét a hiten keresztül befogadva, hanem hús-vér valóság. Micsoda fönséges titok, hogy egy fiatal názáreti lány felelősség teljesen készül a családi életére, és megajándékozottá válik. Megajándékozottságának a tényére az Isten követe Gábor angyal vezeti rá. Nem utasítja vissza az Isten tervét, nem okvetetlenkedik, nem alkudozik, nem bocsátkozik feltétel kiszabásába, hanem nagylelkűen mindenestül, testi-lelki valójában a szabadító Isten szolgálatára bocsátja önmagát. Egybe kapcsolódik az Isten szabadító művével, a megszabadítandó emberek javára. Ennek az egybe kapcsolódásnak oly szépen megfogalmazta 16. Benedek pápa a jelentőségét, amely így szól: Máriát lefoglalta és egészen átjárta a messiás eljövetelének és születésének az ígérete. Amilyen mértékben Isten szavaival beszélt és gondolkozott Mária, olyan mértékben voltak a gondolatai Isten gondolatai, és szavai Isten szavai. Átjárta őt az isteni fénye. Mária Isten szavából élt. Ez az elmerülés Isten szavában, ez a teljes ráhagyatkozás Istenre, a bölcsesség belső világosságával is megajándékozta őt. A bölcsesség belső világossága, amely a lelki szemünknek fényt akar gyújtani, mi alatt
az éjszaka kint telik. A bölcsesség belső világossága ott akar lenni állandóan életünk útján, hogy mutassa az irányt, hogyan és merre tovább. És nem csak életünk néhány jelentős sorsfordulójánál, hanem szüntelenül, épp úgy hétköznap, mint ünnepnap. A bölcsesség belső világossága felülmúlja természetes értelmünk világosságát, de nem teszi szükségtelenné, hogy az Istentől ajándékba kapott helyes értelmünket használjuk úgy, ahogyan azt a Teremtő elgondolta. S a hívő embernek ez az egyik köblete támaszkodik a Teremtőtől neki juttatott értelem természetes világosságára, és igénybe veszi a bölcsességnek, az Istentől eredő bölcsességnek a belső világosságát. A görög katolikus testvérek, amikor figyelemmel kísérik a liturgiájukon az evangélium hirdetését, akkor hallhatják, hogy bölcsesség, figyelmezzünk. Nem véletlen, mert a bölcsesség belső világosságát folyton folyvás fel akarja szítani bennünk az az evangélium, amely egy élő személy, a názáreti Jézus Krisztus, és az élő evangéliumnak vált a templomává a boldogságos Szűz Mária az angyali üdvözlet alkalmával. S mi is ennek az élő evangéliumnak vagyunk a templomai. Attól kezdődően, hogy elindult átváltoztatásunk folyamata a Szent Keresztséggel elkezdve. Mert a Szent Keresztséggel mi egy titokzatos, átváltoztató folyamatnak lettünk a részesei, hogy Máriához hasonlóan mi magunk az élő evangéliumot hordozzuk. Ő páratlan, egyedülálló módon lett édesanyja az élő evangéliumnak. Mi pedig kegyelemből ennek az élő evangéliumnak a befogadói és hordozói, de nem általunk jött a világra Jézus Krisztus, minden ember isteni bölcsessége, a boldogságos Szűz Mária Isten anyasága, semmihez sem fogható, és az ő Isten anyasága az előfeltétele annak, hogy a megkeresztelt ember élete és testi valója is az élő evangéliumnak legyen a megszentelt hajléka, a boldogságos Szűz Mária szemében templom, és csak utána lehetünk mi magunk is templomai az örök igének a hitünkön keresztül. Az angyali üdvözlet alkalmával az Úristen megengedte, hogy kiválasztott leánya használja az Istentől ajándékba kapott értelem természetes világosságát, hiszen feltette a kérdést, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek. Ahol az Isten egészen közel jön az emberhez, ott az emberi élettel együtt járó ajándékok letisztulnak, és hatásfokukat a legnagyobb szinten elnyelik. Az Úristen nem tiltja meg, hogy használjuk az értelmünket, sőt, meghív bennünket arra, hogy kortársainknál kritikusabban használjuk. És mi jelenti értelmünk kritikus használatát? A Máriával együtt nem csak az ajkunkról hangzik el, hanem a szívünkben állandóan visszhangzik az, hogy íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Történjék velem szavaid szerint. Maradéktalanul beleegyezett az Isten üdvözítő művébe. Nekünk ezzel van bajunk, hogy mi okoskodunk, hogy mi próbálunk taktikázgatni hitéletünkben, és azt képzeljük el, hogy nekünk kellene megmondani az Úristennek, hogy miben, hogyan járjon el. Mit, hogyan fordítson a magunk, vagy mások üdvösségére. Na de,
mi közelítünk ahhoz, hogy akaratunk belesimuljon az ember szerető Isten akaratába úgy, ahogyan belesimult a boldogságos Szűz Máriáé. Íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Fönséges, hogy Mária nem tartotta megalázónak, hogy önmagát így fogja fel, a világban betöltendő helyét így jelölje ki, az Úr szolgáló leánya vagyok. A mai korszellem azt próbálja elhitetni gyermekeikkel, unokáikkal és embertársainkkal, hogy ember, ha a demokratikus életérzésre szert teszel, akkor egy csapásra minden problémát megoldódik. Ez nem így van. Tudjuk jól. Addig jó az embernek, amíg igenli a teremtő és megváltó Istenétől való függőséget. Addig van élete biztonságban. Ami ezt a függőséget akarja, keresi, és a belőle áradó áldást úgy fogadja önmagába, hogy másoknak tovább adhassa. Az Istentől való függőség nem megaláz bennünket, hanem meggyógyít minket testünkben és lelkünkben. Meggyógyítja a világnak számos sebét. Szeretnék-e a boldogságos Szűz Mária oldalára állni, hogy miként ő mindenben teremtő és megváltó Istenétől a függőséget igenelte, úgy én is akarjam és tanúsítsam, addig van emberhez méltó életem, amíg van Istenem. Addig teljesedik ki emberi méltóságom, amíg hitem Krisztusával élő eleven kapcsolatot ápolok, hiszen a boldogságos Szűz Mária hallgatott egy szülött fiára, követte őt mindenben, Krisztus követővé vált velünk, egy lett a hívek közösségében. Így az ő hívő példája mindnyájunk számára az a mérce, amelyhez nekünk szabad felnövekedni. Akkor van az ember életében nagy baj, hogyha lemond a növekedni akarásról. Ha meghozza azt az elhatározását, többé én már nem akarok növekedni emberségemben, mert ennyi meg annyi keserűség már az életemben felhalmozódott. Többé már én nem akarok növekedni hitem szépségében, gazdagságában, mert csinálják azok, akik ennek a specialistái. A papok, a püspökök, meg a pápa. Nem mondhatjuk, hogy a hitben való növekedés kevesek kiváltsága. Ezen az estén határozzam el magam arra, hogy Mária megalkuvást nem ismerő hitről adott példája buzdítson engem arra, hogy Uram, soha nem akarom feladni a hitbeli növekedésre szóló meghívásodat. Növekedni akarok. És ennek a növekedésnek mi a felső határa? A csillagos ége. A csillagos ég pedig az ember felülmúló isteni világnak az egyik szimbóluma. Tehát növekedni akarok magába az Istenbe. Mert az embernek az Istenben van a helye. Húsvét előtt állunk, mához kettő végre nagy péntek. Növekedni akarok az Istenbe, mert ott van a helyen, megdicsőült emberségemben, feltámadt állapotban. A boldogságos Szűz Mária mennybe vétele, ennek a titoknak a beszédes megszólaltatója, hogy ember, oly gyönyörű pálya áll előtted hitedben, ne állj meg félúton, és főleg ne keseredj el akkor, amikor látod, hogy környezeted legnagyobb része másban növekszik. Például érvényesülésben, mert nekik jobban megy, mint nekem. Nem szabad, hogy engedjük magunkat megtéveszteni. Növekedni Mária példáját megszívlelve az Isten világába,
hogy elérjük életünknek, létezésünknek az értelmét és a célját, ez pedig nem más, mint Krisztus fönséges ismerete és az ő feltámadásának végbemenetele a mi gyarló, de bűnöktől megtisztult emberségünkön. A Pócsi Könnyező Szűz Mária kegyképe hirdeti számunkra az evangéliumot, annak élő foglalatát, a megdicsőült Urat. Ezért a Pócsi Szűzanya baljával, illetve jobbjával rámutat gyermekére. Meghív mindnyájunkat arra, hogy aki az út, az igazság és az élet, ember, enged, hogy ő elbűvöljön téged. És ez egészen más bűvölet, mint amit a mai korszellem felkínál nekünk. Az a bűvölet, amely abból sugárzik és abból ered, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet, ezt nem fogja felváltani semmiféle más bűvölet, mindegy, hogy mennyit fogunk írni, 2200-at, vagy bármennyit írhatunk. Marad, hogy a boldogságos Szűz Mária fia, minden ember üdvözítője, az út, az igazság és az élet, ez nem kopik el. És már jó, most földi életünkben megválasztanunk, hogy mi az, amire kiállok, amire építem az Istentől ajándékba kapott életemet. Építhetem arra, ami el nem fogy, ami örökké tart, de ingoványos területre is építhetek, amelyből átmenetileg ideig óráig megtartás árad, de lassan-lassan bebizonyosodik, ez áll talajt jelentett, mert nélkülözi azt a szilárdságot, amely benne van abban, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet. A boldogságos Szűz Máriának, a könnyező Pócsi Szűzanyának ez a lelki végrendelete. Legyen számotokra is, az én szent fiam, úgy utatok, igazságotok és életetek, ahogyan az én számomra volt. És az Isten anya fenntartás nélkül ebbe belebocsátkozott. Nem véletlen, hogy a 73. Zsoltár szavaival a Szűz anya lelki végrendeletében ez is benne áll, nekem jó az Istenhez tartozni, az Úrban találok menedéket, hogy hirdessen minden tettedet. Nekem jó az Istenhez tartozni. Jó néhány év és évtized már eltelt, vallásos, megszentelt állapotban mindannyiunk életében. Merenek, fenntartás nélkül, örömmel, sőt, örvendezéssel mondani, hogy jó az Istenhez tartozni. És amióta Isten fia ember lett, akinek a születése hírűradásáról hallhattuk az evangéliumot, mi az Istenhez úgy tartozunk, hogy Krisztushoz kapcsolódunk. Amióta Isten fia ember lett, tartozni az Istenhez egyenlő, tartozni Jézus Krisztushoz. És amióta Isten fia megdicsőül, nem tudok úgy hozzá tartozni, hogy ne tartoznék a benne hívő közösségéhez, az egyházhoz. Mennyire lelkesít ez bennünket, kedves testvérek, hogy vallomásunk, nekem jó az Istenhez tartozni, az Úrban találok menedéket, hogy hirdessen minden tettedet, bennünket egymástól nem elkülönít, nem elszigetel, hanem egymáshoz kapcsol. Mert az egyházhoz tartozásunkon keresztül mi a Krisztushoz tartozásunkat váltjuk valóra, és amikor a Krisztushoz tartozásunk valóra válik, akkor a 73. Zsoltár
imádsága személyes imádságommá válik, hogy nekem jó az Istenhez tartozni. Nem tudom szó nélkül hagyni ebben a Zsoltár részletben az, hogy nekem jó az Istenhez tartozni. Miben állt őszüleink védke? Nem akartak. A mindent nekik ajándékba adó Istenhez tartozni. Teremtés könyve 3. fejezetben a bűn elkövetésnek a lényege ebben áll. Nem akarok az Istenhez tartozni, nélküle szeretnék boldogulni. Bekövetkezett az ember bukása. Ha nem akarok az Istenhez tartozni, akkor az Isten nélküliség mellett döntök. És aki az Isten nélküliség mellett hozza meg a döntését, az nem tudja megakadályozni, hogy ő maga és embertársai elembertelenedjenek. Aki az Isten mellett dönt, az emberség és az emberségben való növekedés mellett hozza meg a döntését. Aki ellenkezően hozza meg a döntését, Isten nélkül szembefordul önmagával és embertársaival. Na de az Úristen nem erre hívott bennünket, hogy önmagunk ellenségei legyünk, hanem hogy éljük és tanúsítsuk azt, hogy nekem jó az Istenhez tartozni, és a fordítás lehetővé teszi ezt a változatot is, nekem szép az Istenhez tartozni. Mennyi szépség van a hitünkben, annak tartalmi gazdagságában, a benne rejlő szépség felfedezésre vár. A boldogságos Szűz Mária Pócsi kegyképe jelenlétével biztatás és bátorítás arra, hogy az Istenhez, a Krisztushoz és az Egyházhoz tartozásnak az áldásait, a jóságát és a szépségét sajátítsuk el. Vegyük birtokunkba, és ekkor biztos, hogy a hitünk meghívóbb lesz azok számára, akik mellettünk nőnek fel, gyermeket és fiatal. Hogyha az Istenhez tartozás szépségét a felnőttek megengedik érvényesülni az életükben, hogy az őket egészen lenyűgözze, akkor fele annyit kellene a gyermeket szívni, nem is szükséges, akkor fele annyit kellene panaszkodni, hogy ez a fiú hova tette a gyermekkori hitét, most, amikor már önállóságát próbálgatja. Ne felejtsük el, hogy a boldogságos Szűz Mária úgy tartozott a szabadító Istenhez, és mindenek megváltójához, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, hogy a hozzátartozás összes áldását, javát, szépségét, jóságát elsajátította. Ezért anyánk mindnyájunknak az egyházban és a hitünkben törekedjünk arra, hogy égi édesanyánkat továbbra is a magunkénak valljuk, és keressük az ő kedvét úgy, ahogy a katolikus keresztény vallásunkat mások számára meghívóan szeretnénk valóra váltani. Zárásképpen hívjuk segítségül ismételten 16. Benedek pápát, aki összefoglalja, mire indít bennünket Jézus Krisztus anyaszentegyházában hittársunk, a boldogságos Szűz Mária. A pápa ezt írja, Mária arra tanít, nevel minket, mit jelent közösségre lépni Krisztussal, mit jelent az örök ige élő sátrává lenni, mit jelent Jézus Krisztus közvetlen jelenléte, aki saját életét akarja a benne hívők életébe átültetni. Tavasz van. A gazdák mennek ki a szántóra.
gondos háziasszonyok, gazdasszonyok a kertben tevékenykednek. Mi alatt ezt tesszük, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepének közelettével adjunk lehetőséget, hogy az Isten Krisztuson keresztül az egyház közösségében a maga életét átültesse a mi nyomorúságos emberi életünkbe. Amen. Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét. Addunk, hogy Szűz Mária közben járására püspökeinket és papjainkat töltse a Szentlélek. Írj minket, hallgass meg minket! Add, hogy Szűz Mária közben járására kéréseink meghallgatásra találjanak. Írj minket, hallgass meg minket! Add, hogy Szűz Mária példáját követve mi is készen álljunk fele barátaink megsegítésére. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk anyját. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át. Kérünk téged, hallgass meg minket! Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába, Krisztus a mi úrunk által. Amen. Krisztus, ami Urunk által.
Amen. Az Úr legyen veletek. És a gyerekeddel. Emeljük fel szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljuk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő háladó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. De valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általattad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérlek, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy testet és lélekem fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyet elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, Szent Apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, Fülöp és Nándor püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színeden járjunk. Jóságos atyán, vond magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékonyba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvérek, az áldoztatás itt a két atya fog áldoztatni, itt a szembemiséző oltár előtt ide. Oh,
Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem, Krisztus szenvedése, erősíts meg engem, ó, édes Jézus, hallgass meg engem, szent sebeiddel rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oldalmaz engem, halálom óráján mindjárt engem, és juttass el magadhoz engem, hogy szenteiddel kísérjelek téged, mindörökkön örökké, amen. Magasztaljon téged egyházad Istenünk, mert nagy dolgokat cselekedtél velünk, add, hogy egyszülött fiadat, akit anyja méhében keresztelő Szent János újonva köszöntött, mindig örömmel fogadjuk szent lakomádon, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen! Tisztendő helyünk, Atya, hálás szívvel köszönjük, hogy elvállaltad a nevében a hűségzést a esti késő órában. A kedves úr testvérek is sokan itt maradtak. Köszönjük a tanításodat, mert épültünk mindazon, amit mondtál nekünk. Hiszük, hogy mi is azt szeretnénk tenni, hogy mivel Szűzanya tette, hogy megfontolta a szívébe vészt ezeket a szavakat, és elgondolkodott rajta. A Szentlélek nyitotta csodálatosra ajkadat, szívedet rákeret, és most már rajtunk múlik, hogy a Szentlélek segítségével a Szűzanya oltalmában az ő nyomdokain járjuk, és épít gondolatai bennünk is élő evangéliumokká legyenek. Köszönjük a jóságodat, hogy eljöttél. És akkor hadd mutassam be a kedves jó testvéreknek a titkár úr, aki a püspök atya mellett van, volt kedves eljönni. A Adényi plébános úr, akit már itten a hacsáron ismerünk a testvérek, a Nyír Bélteki plébános úr, a Zoltán helynök atya jobbján van, a Debrecen Jévi Szíve plébános a Kálmának, és köszönjük neki is. Csordás Gábor atya, hogy messziről jöttük Balmazújvárosról, Kocsis Gábor, bocsánat, ki messzebből Balmazújvárosról jött, és a Bancsi Zoltán atya, aki a Debreceni Szent Anna templomból jött, megköszöntjük a kispapot is. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk a testvéreknek, és azt is, hogy a Szent Misére eljöttek, és a Szűzanya mindenkit oltalmazzon. Az elbocsátó áldásban összegezzük, hogy a boldogságos Szűz Mária velünk együtt mélységesen Krisztus követő és Krisztus hívő. Az Úr legyen veletek! És a kedvedben! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által elküldte a világnak a megváltás kegyelmét, adja rátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek majd haza otthonotokba a lelki örömöt, a hitbeli megerősödés és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békén.